Családi ház Bremberg bányán. Partizán. A Hori Gergely, Major Zoltán és Müller Péter által 2013-ban alapított Partizán Architecture tervező csapata munkáiban kísérleti, újszerű megoldásokkal kutatják a felhasználók térhasználatának kiterjesztését. A MÉD döntőjében változásra tervezett családi házokat prezentálja Major Zoltán és Müller Péter. Családjaink életében nagyon fontos a változás. Azonban legtöbbször ezt a változást képtelenek vagyunk lekövetni házainkkal. Tamással, Dalmával, megrendelőinkkel egy olyan házat szerettünk volna közösen kidolgozni, amiben ezeket a változásokat térileg is tudjuk követni. Ez azzal a lépéssel kezdődött, hogy kidolgoztunk egy keretrendszert. Ez a keretrendszer a tervezés alatt is működött. Ennek köszönhetően Tamás és Dalma nem csak, hogy később tudják alakítani a házukat, hanem már a tervezés során is maguk tudták tervezni. Ezt a szemléletet szeretnénk kifejezni a prezentációnkkal is. Ezért a profi fotós készített által képek mellé minden esetben a lakók által készített Instax képeket helyeztük. Annak érdekében, hogy ezt az átalakítást biztosítani tudjuk, egy olyan házat terveztünk, amely átalakítható. Ennek az átalakításnak három eszközét szeretnénk most bemutatni a prezentációnkban. Ezek közül az első az, hogy két részre osztottuk a házat, egy állandó és egy változó részre. Az állandó részben helyeztük el a közlekedőt és a kiszolgáló funkciókat, míg a változó részben vannak azok a helységek, amik szabadon alakíthatóak. Igen. A változó rész változtathatóságát azt egy csarnok szerkezet biztosítja. Ez a csarnok szerkezet nem csak, hogy a belsőt határozza meg, hanem ezáltal könnyen kivehetőek a falak és a födémek, mert viszonylag könnyen. De hogy így a belső világ kivetül a külsőre, és a nyílászaroknak a rendszerét és az egész külső megjelenést ez a működés határozza meg. Ennek a csarnokrendszernek az alapméretét a legkisebb kialakítható szoba határozta meg, aminek alapterete 3x4 méter és magassága 3 méter. A rendszer segítségével minden helység önállóan megközelíthető, így ezek a belső ajtók igazodnak egyrészt a szerkezethez, másrésztről pedig a külső nyílászárókhoz, ezáltal tengelyek jönnek létre az épületben, ami által könnyen megismerhető és otthonossá válik. Összefoglalva, a célunk az volt, hogy egy olyan épületet tervezzünk, amiben növeljük az aktivitását Tamáséknak, mind a tervezés során, mind pedig később az épített környezetüknek az alakításában. És emiatt mi feladtuk a teljes tervezői kontrollt az épület fölött. Nem egy konkrét alaprajzot szerettünk volna megtervezni, hanem egy olyan rendszert létrehozni, amely sokkal nagyobb szabadságot biztosít a használói számára. Köszönjük! Köszönjük szépen! Közben itt van Hori Gergely is egyébként, aki szintén a csapat része. Jöhetnek a kérdések, hozzászólások. Nekem az a két kérdésem lesz gyorsan, hogy az egyik, hogy az átalakíthatóság az mit jelent? Tehát, hogy ki kell verni egy falat, vagy pontosan mi történik? A másik meg, hogy megtették ezt már? Igen, az átalakíthatóság azt jelenti, hogy ugye ez a ház könnyű szerkezetes, és a falai is, a csarnok részen lévő falai, azok is könnyű szerkezetesek. Igen, ki kell venni ezeket a falakat, és igen, ki lehet venni a födémeket. Annyiban tették, tehát még nem tették meg, egy éve laknak bent, a tervezés során viszont sokat alakítottak rajta, és biztos, hogy meg fogják tenni, mert 4 gyerekük van. Jelenleg egy nagy szobájuk, egy legó szoba, és egy felső téren egy gyerekszoba, és hát idővel biztos, hogy szükséges lesz a tereknek a felosztása. És még azt szeretném hozzátenni, hogy ha még nem is történt ugyan meg egy átalakítás, de amit tapasztalunk, és amit a használók el is mondtak, az az, hogy a mindennapokban bekerül ez a szempont, hogy átalakítható a ház. Tehát a gyerekek között van egy ilyen folyamatos térpolitika a tekintetben, hogy a nagyobbaknak már igényük lenne arra, hogy legyen saját szobájuk, de tudják azt, hogy a legkisebb, akkor mondjuk lemarad a legó szobáról. Tehát és egy ilyen folyamatos balanszírozás a gondolkodásban ez napi szinten zajlik.
Bocsánat, én szeretném még bővíteni ezt a prezentációt. Tehát leutaztunk Brembergbányára, és ott megismertük ezt a családot, akik városi lakók voltak idáig, és leköltöztek ide 4 fiúgyerekkel, és egy csók plusz egy nagyon kicsi lakás árából laknak egy egészen lélegzettel állító helyen, vagy szóval, hogy igen, tehát tehát a természet az úgy veszi körbe, hogy szerintem nagyon kevés ilyen helyszín van, egy utcasor, a házak mind egy hatalmas völgyre néznek, és ez a család ez úgy fogott élni ebben a házban, hogy a gyerekeket otthon nevelik. Tehát ez egy elég bevállalós, tehát maga a család is bevállalós, és ehhez ez a ház, ez szerintem baromira stimmel, és én ezt nagyon bírtam, ezt a kialakítást, és szerintem azt el tudom képzelni, hogy soha egyetlen falat nem fognak se kivenni, se betenni, de hogy ők nagyon jól fogják most ott egy darabig érezni magukat, az biztos. Köszönjük. Szakmai zsűri. Amikor élőben ott voltunk ennél a háznál, akkor épp egy vendégség volt, és nem is csak 6 voltak ott, hanem még egy másik család, meg még 2-3 gyerek, tehát rengetegen voltak ebben a házban. És én a tervek alapján azon gondolkoztam, hogy jól mutat a lufis kislánya az axonometrikus metszeten, de hogy vajon ezeket a tereket, hogy használja majd ez a család. És így számomra ez itt tökre bizonyította a működést, vagy a használatosságot, hogy egy ilyen vendégséggel is, meg velünk, tehát nem tudom, együtt 20 voltunk abban a házban, és mindenkinek meg volt a maga zuga, mi is megbeszéltük a dolgainkat, körbenézegettük a házat, tehát ennek az épületnek a használhatósága szerintem egyáltalán nem szenved csorbát azáltal, hogy ez egy ilyen könnyen alakítható dolog. És amikor a homlokzatát néztem kívülről, nekem még ilyen kortárs klasszicista beütések is voltak műanyag ablakkal, és hogy igazából azon gondolkoztam végig, hogy ezután lehet-e más családi házat tervezni. Én nem a szakmai, hanem a kibit zsűri. Hadd válaszolja meg, nem lehet. Vége, itt van vége, és a maga műfaj fog megszűnni. Csak visszaadom gyorsan. Nem. Arra gondoltam csak, hogy ez most akkor egy ilyen partizán mintaház-e. Minden századik ház egy váncaház lesz, és akkor a többi ez lesz, nem? Hogy így arányaiban. Én úgy látom, hogy nagyon sok szempontból példaértékű ez a ház. Tehát hogyha az elmúlt 40 évre visszatekintünk az én szüleim nemzedékére, meg a mostani kortárs nemzedékekre, akik családi ház, és közülük nagyon sokan, a rendszerváltás évére, akik családi ház építésébe fogtak, azok nagyon sokan, már bocsánat, hogy önön emlékművüknek az építésébe kezdtek, tehát akár a beruházó, akár az építető család, pénzes, vagyonos ember, akár az építész, abban a pillanatban, amit a legjobbnak találtak, mindent beleépítettek, hatalmas, tágas tereket építettek, aztán a gyerekek kirepülnek, ott maradnak a szülők, ott marad végül az egyik szülő, aztán meghal mind a két szülő, ott maradnak az örökösök, és akkor mi lesz ezekkel a házakkal. Tehát Magyarországon már most, meg a jövőben is óriási nagy probléma lesz, hogy az elmúlt évtizedek meglehetősen jelentős méretű családi házainak a tömegeivel mi fog történni szerte az országban. És ez a Brembergbányai ház, ami ugye gyakorlatilag az osztrák határa épült, ami Sopron túl a világ végén van, egy jó példa arra, hogy hogyan lehet tényleg fenntartható módon nem önön emlékműveként megépíteni ezt a házat, hanem a folyamatos változásra építve, hogy jönnek az újabb nemzedékek, felnőnek a gyerekek, közülük néhányan otthon tudnak maradni. Ez a későbbiekben is képes lesz ez a ház arra, hogy egy újabb nemzedéket az új kihívásoknak, új igényeknek megfelelően használni lehessen, és ez megint csak szerte az országban egy jó példa lehetne arra, hogy így is lehet építkezni, és nem csak betonba, meg márványba, meg márványba építeni valami óriási nagy dögöt, ami aztán nem fog működni 20 meg 30 év múlva. Igen. Köszönjük.
Jó, én csak egy állapotot szeretnék, senkit nem érdekel, de csak azért is elmondom, nálam van a mikrofon. Tehát, hogy van itt egy angyal, meg egy ördög, és akkor az angyal azt mondja, hogy Andor, ez egy remek mű. De ezt tudod, hogy öreges. De hát ez baromira jó meg van csinálva. Isten, ilyen szép fotókat már rég láttam. De hát ez van, de végre valaki hozzányúlt az előre egy át a szerkezetek, de akkor is öreges. Tehát, hogy ez, és nagyon szép volt ez a prezentáció. Nem akarok mondani semmit, se pro, se kontra, ezekkel az érzésekkel küszködöm azóta is, és tiszta szívemből gratulálok hozzá, ez tök jó. Köszönjük, Róza. Én csak a... Nem öreges. A konnektorok tengelyben vannak az ablakokkal, nem öreges. Én csak a homlokzatra szerettem volna egy pillanatra kitérni, amikor először képen láttam a házat, akkor azért egy kicsit dörzsölgettem a szememet, hogy ihaj, azért, hogyha ezt megnézzük élőben, akkor kíváncsi vagyok arra, hogy ez miért ilyen. Aztán persze nagyon hamar megértettem, hogy ez mutatja a ház szerkezetét, és nekem kifejezetten tetszik ez az erős állítás, hogy ez a ház ilyen belül, és azt mutatja a külseje. És nem akarom mindig erőltetetten keresni a történeteket, meg a narratívát, de amikor ott voltunk személyesen, és elkezdtétek mesélni, hogy a család vágya az volt, hogy azért egy piros tetős házuk legyen, vagy hogy miközben történt az épület kialakítása, volt egy pont, amikor a belső gerendákat majdnem lefestették, vagy befalasztatták, és hogy végül is megszületett a döntés, hogy hát ezeket mégsem lenne érdemes eltüntetni ott. Nagyon érződött, hogy itt tényleg megvolt az a párbeszéd, ami egy családi háznak valószínűleg a sajátja kell legyen, és hogy én tiszta szívemből gratulálok, és nagyon szívesen laknék egy ilyen házban. Egy gyorsat kérdeznék a szavazás előtt, hogy a mozgatható falaknál mennyire megoldható például a hangszigetelés, tehát hogy ez mennyire jár azzal, hogy persze könnyű elmozdítani, csak hát a gyerek lapoz az egyik szobába, és a másik pedig nem tud aludni. Ezek igazából ugyanolyan könnyű szerkezetes falak, amiben valószínűleg részében ti is laktok, és a bordavázon két oldalt két gipszkarton. Tehát amennyire azt tudja a hangszigetelést, igen. Tehát igazából nem mozgatható, hanem máshol megépíthető. Köszönjük szépen! Még Laci hozzászól. Elmondhatod, hogy én pont ugyanúgy vagyok vele egyébként, mint az Andor. Nagyon sokat gondolkoztam ezen az épületen, és szerintem csak egy dolgot mondanék máshogy. Nem öreges, tehát amikor azt a szót azt mondtad, hogy öreges, nem öreges, hanem osztrák. De! Ez nem kritika. Ez tipikus az, hogy ha így nézem, akkor nem kritika, hanem egy nagy-nagy dicséret, ha meg úgy nézem, akkor... Igen? Én egy mondatot tennék hozzá, hogy ez a helyzet ez annyira ilyen alázatosan van végigvívve, és pont ebben rejlik a zsenialitása, hogy nekem majdnem átsiklott rajta a szemem. Tehát amikor először láttam, úgy nem tűnt föl, és minél többet néztem, annál inkább megláttam, hogy mitől érdemes az arra, hogy itt legyen, és akár kiemelt helyen végezzen, hogy én arra bátorítok mindenkit, hogy nézze addig ezt a házat így az építészforma, meg amúgy is, amíg ő is erre nem jut, mert szerintem ez lesz a vége. Köszönöm. Köszönjük szépen. Jöhet a szavazás. 8-8-10-8-10-8-9-9. Köszönjük szépen. Köszönjük.